Az oktatási rendszer 2010 óta tartó átszervezésének egyik eredménye a ma átadott Szapáry úti óvoda, mondta dr. Maruzsa Zoltán Viktor az ünnepségen. A köznevelésért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormány kiemelt figyelmet fordít az óvodákra, a férőhelyek bővítésére, az épületek felújítására. Azt reméljük ettől az intézkedéstől, hogy sikeresebbé, hatékonyabbá válik az iskolára való felkészülés, és ez a későbbiekben egy sikeresebb iskolakezdést, sikeresebb óvodaiskolát menetet tesz lehetővé, ami aztán majd hosszú-hosszú évek múlva eredményesebb köznevelési kimenetekben, sokuk számára pedig eredményesebb felsőoktatási részvételben, magasabb végzettségi szintben, összességében egy versenyképesebb tudással és készségekkel felvértezett lakosságban ölt majd testet. A Szapáry úton levő korábbi óvoda több mint 40 éves épületét le kellett bontani. A helyére egy teljesen új kétszintes óvoda épült. A beruházás 680 millió forintba került, melyhez az Unió 520, a város 163 millió forinttal járult hozzá. Szolnok családbarát városként kiemelten kezeli oktatási-nevelési intézményeinek folyamatos fejlesztését, felújítását. Az elmúlt években több iskola, óvoda és bölcsöde is megújult, mondta ünnepi beszédében Szalai Ferenc. A szolnoki óvodákban nevelkedő gyerekek tán az országban az egyik legjobb helyén vannak, Szolnokban, a szolnoki óvodákban. Az innen kijövő gyerekek biztatás a szülőknek, mindig megállták a helyüket az iskolákban. Többetszer mondom, hogy talán annál nagyobb öröm és biztonság nincs, mint hogy a kicsik olyan neveltségi szintre, olyan tudásszintre jutnak már 6 éves korukra, hogy utána az iskolában nincsen velük különösebb gond. Az új épület a korábbihoz hasonlóan 150 férőhelyes, ehhez 6 csoportszobát alakítottak ki. Emellett melegítő konyhát, orvosi szobát, tornaszobát, szülői tárgyalót, fejlesztő szobát, irodákat, mosókonyhát hoztak létre. Az új épület tető szerkezetére napelemrendszert telepítettek. Továbbá 23 új parkolót alakítottak ki, és egy csaknem 2000 négyzetméteres játszóudvar épült, burkolt, árnyékolt teraszokkal, játékokkal, mászókákkal és homokozóval. Az emeleti részen a szolnokvárosi óvodák igazgatóságának székhely intézménye kapott helyet. Az intézmény vezetője elmondta, az új helyszín nem csak külső körülményeiben újul meg. Pedagógiai szakmai bölcső is lesz egyben, hiszen újszerű innovációkkal fogjuk bővíteni a nevelési gyakorlatot ezen a feladatellátási helyen, és az intézményünk működésében rendszeresen alkalmazott hálózati tanulás keretében ezeket az eredményeket közre is fogjuk adni. A mai átadó ünnepségen Máté György esperes és Vég Miklós református lelkész felszentelte az épületet. Áldja meg ezt az új óvoda épületet a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A gyerekek szeptember 23-án vették birtokba az újjáépített óvodát.